Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit, jó estét! Szia Dét, szia Tamás Channel, Zsolt Bá, szia Tamás Gazda, szia Titus! Üdvözlök mindenkit, hello, hello! Na, hát akkor a mai napon egy kis Minecraft lesz. Mégpedig a szerverünkön, úgyhogy a mai nap, a mai stream az itt fog zajlani, most nem HC-zok, egy automata cukornád farmot szeretnék csinálni, úgyhogy azzal fogok ma foglalkozni. Közben pedig jövök Discordra. Hello, sziasztok! Hello! Szia. Hello! Na, akkor... Hali-hali! Na, elsődlegesen akkor a mai streamnek az lesz a célja, hogy legyen meg ez a cukornád farm, ide kerül majd erre a... Erre kerül a... Hát elvileg erre a helyre akarom majd. Viszont előtte elmegyek Doxihoz, aztán most már a trédelést megcsinálom, rá akarom rakni a mendinget a pikaxomra. Elvileg, hát elindulsz a sined mellett lévő másik sinen, akkor oda jutsz hozzá. Csak még nincs teljesen kész, úgyhogy csak sétálja. A sínem mellett másik sín. Igen, mert már elindítottam onnan. Na, hoppá, hoppá. Ja igen, nem is tudom múltkor a melyik stream volt, de itt azóta már van egy kis vasúti összeköttetés egy-két bázis között, de látom itt ez... ez jó hosszú út lesz így, akkor igen. Ehhez nagyon-nagyon sok vas fog kelleni. Jaj, de hülye vagyok, hát vizét innen kell. Trédelni való alapanyagot. Egyelőre. Egyelőre nincs elég emeraldom szerintem. 34 kell, azt hiszem. Na jó, tudom, annyi, mindjárt megmondom neked. Viszek akkor... nem is tudom. Viszek búzát. Búza, répa, dinnye, tök, papír. 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 A 34 és egy könyv a mending. Papír az a Fortune 3, meg 44 és egy könyv. Ez nagyon drága, lesz olcsóbb majd. Ez megsemmisül. Egyelőre szerintem bőven elég ez. Van izém, az hál' Istennek én meg is vettem, meg rá is tettem a cipőre. Könnyű esés 4. Na, az mondjuk. 4-es szintű, az 20 emerald és egy könyv. Uh-huh. Jaj, tényleg könyvet is vinnem kell. Csak hova? Ja, itt a könyv, jó. Meg van nyír a végtelen, az 7 emerald, meg egy könyv. Hát az se rossz mondjuk. Mennyien vagyunk a loyalty szerver eddig? Nyugalom, egyelőre még csak ketten vagytok Tibivel, úgyhogy még van. Van egy csomó hely. Főleg, hogy én a múltkor se gyűjtöttem pontokat, meg most is el kéne indítani. De hát minek úgyis itt játszunk. Hát most itt. Meg az farming. Ja. Ennyi. Most a Minecraft kitölti a napomat. Hát persze, de azt is egy idő után megunja azért az ember, úgyhogy... Persze, most régen Minecraftoztam, mostan jól esik. Elfelejtettem húzni szlebet. Majd átjössz, meglátod, mit alkottam. Egyébként a izét átalakítottam. Ha? A zombi, vagy a falusi szaporítót. Ja, úgyhogy javaslom, ne így csináld meg. Mert mikor feljöttem reggel, leöntöttem lávával, kinyírtam az összeset. Annyian voltak, volt vagy 200. Úgy kell megcsinálni, hogy elérjék az ágyat, hogy le tudjanak feküdni. Ha nem tud, nem érje az ágyat, nem tud lefeküdni, akkor a végtelenségig szaporodik. Hát dehogy, hát a csánk nem volt betöltve. Nem tud az ember mit kezdeni vele. Te hogy volt betöltve a csánkod? Azt nem tudom. Vagy még sokat voltam fent este, vagy tudja a hócipőm, de rengeteg volt. Mondom, öntöttem lávát a lyukba tolda, amin a víz kifolyasztotta őket, kivettem a vizet, öntöttem lávát, azt ott írtottam ki őket, mind ami lent volt. Szegény. Annyian voltak, nem fértek itt bent.
Szegény Billy, gyereke, légtek. Hát egyszerűen nem is bírsz annyival, meg folyamatosan szaporodik így. Lent van 9 ágy, így szaporodik 9, még hogyha vasfarmot megcsinálom, ahhoz is kell 6 villager, még akkor is marad 3 szaporodni. Uh-huh. Szia, Palka! Hát nem tudom, mert én még eddig ez nekem kimaradt, úgyhogy én nem szaporítottam őket, de hát majd... Most néztem utána egyébként én is, hogy így, hogyha nem éri el az ágyat, így ahogy ez meg volt csinálva, akkor a végtelenség is szaporodik. Igen, az elvileg egy infinity izéja. Tehát... Hát, igen. Hát arra kell figyelni, hogy akkor azokat, ha azt akarod, hogy véges mennyiségben szaporodjanak, akkor ja, legyen ágy, amit... Így, ami benne volt ez, mert csak annyit alakítottam át, hogy ugye lezártam a külső részt. Itt menjél le a vánál. Na, szevasz, idáig tart, jó van. Innen már nincs messze, még csinálom, csak itt tudsz elmenni le. Jó van, okés. Igen. Csak egyenesen mérzés oda jut. Sok alapanyag kell nagyon hozzá. Szia, Arkangyal, hello, szavaztok. Ja, sok. Na, itt is vagyunk Doxinak a bázisánál. Ó, és már izé is van, látom. Mi izé, beleesnek a... vagy mit csinálnak ezek? Automata farm. Ez a krumpli. Ugye van egy mezőgazdasági villaged, meg van egy, aminek nincsen munkája. Ugye ő próbálná ezt etetni abból, amit termel, de a hopper miatt nem tudja elérni, a hopperbe dobja bele, és oda gyűlik a ládába. Azt a így automata. Most csinálom odakint a céklásat, utána meg a répásat. Nem semmi, ez jó. Ez tetszik. Csak már megint este van. Ja, aludjunk egyet. Ja, és akkor itt vannak a kereskedő csávók. Itt van Mendi önjavítás, ez az. Na, ez kell majd. Aludhatunk? Mhm. Mert az alvás. Csak ugye ez nagyon vasigényes, ez a variáció. Hát jó, hát. Mert kell hozzá 2 hopper, meg 2 hopperes májkát. Uh-huh. DRX-nek köszönöm a követést, jó szórakozást. Hát, ebből nem akarok trédelni, ez mit ad? Vasért is lehet, az se kell. Hát ő már vítért nem ad a fenébe. Ő még ad. Jó, az elfogyott. Tosztam, ja. Paperost. Infinity. Hát szerintem. Szerintem ezt húzzuk. Ugye, hogy minek kell a sok alapanyag, hát pont ezért, hogy lehessen jó sokat trédelni velük. El is fogyott, jól. 49 emerald. Adja nekem pajtás egy mendinget. Köszönjük szépen. Adott XP-t is, tök jó. Hát igen, ugye elvileg... Nem tudom, melyiknél van a izé Routing 3. Ja, itt van, Fortune.
Fortune 3, ja. Mondjuk az nem kell, alapikák szó, hál' Istennek. Szia, harclovak, hello! Doxi, gyere ide, kicsit. Igen, Doxinak itt már jó kis faluja van, meg vasúttal itt viszi őket, meg egyéb dolgok, úgyhogy nagyon ráállt a falusi termesztésre. Arra a koordinátára, amit felírtunk az előbb? Nem, itt állok szembe bele, de elvileg, ahol építkete. Az az, Doxi, ide jön ki a vasútot. Hát, akkor majd oda csinálok egy állomást. Hát először ezt összerakom, hogy legyen rajta. Jó, megcsináltam. Efficiency 5. Rendben, Petyka. Én is ott van rajta a mending. Na. Gyerekek, olyan fasza pikaxon van, mint állat. Fortune 3, Unbreaking 3, Efficiency 5 és Mending. Szerintem nem is nagyon kell rá más. Na ki lesz a következő önként jelentkező? Aki? Aki utazni akar. Ja. Na, indulok visszafele. Így, három szintnyi XP maradt, az nem sok. Na mindegy. Jó van, na akkor ez most megvan, ez fontos volt, mert így most már a pikax az bármeddig jó lesz. Ezt majd el akarom érni egyszer csak a hardcore-ban is. És akkor nekiállunk annak a cukornát farmnak. Egy tök egyszerű farm egyébként, ez már ezer éve működik, úgyhogy elvileg azt viszont sem. Majd megnézem nálad, hogy van, mert azt nem tudom. Nem is néztem dizájnt egyébként most a hozzá. Ja. Elvileg semmi extra, tehát nem se túl bonyolítva, se semmi, úgyhogy... Ezeket ismerem, mert ezt már megépítettem egy párszor. Ja. Au. Ja, a bázis is megmutatom, mert egy kicsit folytattam, építgettem. Egyik oldalt is már elkezdtem, tehát folytattam már. Ugye az, ami nagyon sokáig tart, mert az sokáig tart ki is ásni, meg megépíteni a dolgokat, úgyhogy meg hát majd még alapanyag is kell egy csomó. De mivel ebben a világban nem igazán sietünk sehova, így tökre ráérünk mindenre is, úgyhogy. Ja, hogy te hátulról nézd be. Igen, most keresztbe átvágok. Na jó, hát én sajnos átlóban nem tudtam hozni ezt. Ja, az nem is, nem. De úgyis jó lesz az úgy. Nincs az a baj, csak így is úgy is futnom kell, úgyhogy akkor levágom keresztbe most ezt a távot. Tehát egyetem. Igen, a másikban nem is akarok sietni, mert ott ha kapkodok és sietek, ott akár nagyon könnyen meg is halhatok, tehát nem az a cél a HC-ban, hogy az életemet veszítsem, hanem lassan megfontoltan kell csinálni mindent. Viszont hát ott már erre az oldalát értem, tehát körbe megvan ez a rész nagyjából csinálva. A belső része az még nem igazán. Meg a másik oldalt is nagyon nem sokat folytattam. Most ez a fele így már készen van, tehát tényleg egy ilyen hegybe domba vált kis épületecske lesz. Itt ugye ki lehet nézni majd az ablakon. Igazándiból ezt a felét csinálgattam most. És ugye belülről is most már össze van nyitva a kettő. Tehát teljes egészében már föl lehet oda menni. Szia Ákos, hello! Úgyhogy ez most már nagyjából így néz ki. Hát ezt nem tudom múltkor, hogy ez már megvolt, de itt hát most ennyi van meg, majd folytatnom kell. Ez már kicsit neccesebb volt, mert itt sokkal vékonyabb maga a hegy. Tehát itt így lett megoldva a feljárás.
Úgyhogy egyelőre ez pedig így tart. Itt már az a baj, itt már a hegynek a vége van, úgyhogy nem olyan nagy hely lesz, mint túloldalt. És akkor innen meg ugye átlátni egészen Krisztinénig, ott van Sidnek is a bázisa. Úgyhogy hát távolabbra meg nem látok el, mert ennyire lehet ellátni. Szóval, akkor egyelőre kint ott azt megszüntetjük, és ugye nekiállok megépíteni. Azt nem tudom, hogy miből építsem, mert Kevinnek köszönöm a követési jó szórakozást. Olyanból kellene, amiből mindent tudok csinálni, tehát kell majd teljes blokk, kell slab és kell lépcső is. Tehát egyfajta anyagból szeretném. Van XP farmom? Hát egy olyan XP farmom van, ami egy zombi spawnerre épül, tehát annyi, hogy leszpawnolnak a zombi, és akkor azokat lehet egyre csapkodni. Még nagyon sok mindent nem csináltunk ezen a szerveren, tehát igazi sok minden nincsen kiépítve, de majd, ha minden jó megy, akkor ki lesz. Azt nem tudom, hogy égetett kőből lehet csinálni lépcsőt, vajon? Ugye ja, megnézzük, mert szerintem égetett azt is. Lehet, nem tudom. Van kőlépcső. Smooth stone-ból van a lépcső. Mert slab az van, azt vágom. De egy lépcső van-e? Mert ha van, akkor lehet, hogy abból fogom. Bár lehet, hogy sima kőből kéne, a kőből van 100 millió tonnám. Fából nem akarom csinálni. Mint csináltam a szerón, vagy mint csináltam a szerót? Hát én ahogy hívják, bérelem a Very Games-től, mint a farming szervert, úgyhogy... Na, még egy kell. Na, most már akkor időkérdése, és a cékla is automatikusan, csak ki kell venni a ládából. Ennyi. Hát sajnos smooth stone-ból nem lehet lépcsőt, úgyhogy. Úgyhogy akkor nem abból lesz. Következőnél már bajba leszek, ahhoz csinálni kell sint. Ennyi. Én most elköltöttem az összes sinemet. Rövid. Annyi vasam van még, hogy szerintem egy 16-ot tudok csinálni. Bár nem, le kell menni először vasat szedni, mert kell még Mightcard-hoz is, meg Hopperhez is. De jó volna a vasfarm. Igen. Jövő héten megcsinálom. Legyen deszkából, meg Stonebrickből. Meg kell... kell egyébként egy csomó minden, kell ilyen rail, kell egy ilyen... kell sima sín is, meg kell csinálnom a hoppert is, chestet is. Azt hiszem sínből talán ennyi elég. Na, még egy. Kell legalább kettő chest, meg egy hopper. Ha már itt voltál ilyen kemény fegyverzettel karon, ezt a két vas gólememet elintézhetted volna, mielőtt bajba nem kerülök. Nem, nem jó a kardom, tehát nem sebez nagyot sajnos, úgyhogy az elég gyengés. Gondoltam, mások egy lyukat nekik osztál, hogyha beleesnek, akkor leöntöm lávával. Ja, még mi baj, de a gólemekkel jó az, hogy ott van. Tehát ahogy építkezek, az a bajom, hogy mindig ott mászk, ahhoz félek, hogy megütöm. Ja. Hát igen, a gólemek azok nagyon csípnek, úgyhogy az még fájhat is. Egyelőre betöböm ezt a... Mert amúgy meg jó szolgálatot tesznek. Ja, hát az persze. Csak azt nem tudom, hogy spawnolt kettő. Lehet, hogy két villagernek teszik most már. Lehet, nem tudom. Hát mérete egy tekintve elég nagy. Bár
Hogyha a könyvtárosokat nézem, meg emide, hogy a farmot csináltam, nem számoltam, de lehet, hogy megvan a 64 blokk. Mert két falu közt annyi távolságnak kéne lenni, hogyha jól olvastam. Lehet. Gyerekek, még az Ender... még az Enderben nem voltunk, de tervezek Enderman farmot, mert nagyon jó kis XP-k. Úgyhogy ha átmegyünk az Endbe, akkor igen, csak előtte még kéne találni majd Fortress-t a Netherben, mert nincsen Blaze Powderünk, úgyhogy... mint ahogy említettem, nem sietünk sehova, még sok mindent lehet csinálni nagyon a szerver, úgyhogy... ez egy ilyen hosszú... még üdőrfarm is lesz. Még üdőrfarm is lesz, sőt minden is lesz, úgyhogy... Nem kapkodjuk el a dolgokat. Azért is akarom így ilyen vasúthálózattal, hogy ahova csak lehet, majd vasúton fogunk eljutni. Például az End kapuhoz is, oda is majd ki kell építeni, mert ha át akarunk menni az Endbe, azért viszonylag gyorsan kéne oda közlekedni, úgymond. Remosza úrnak köszönöm a követést, jó szórakozást az adásban. Na, ezt tényleg, akkor... mikor voltál lent az Endben, Paron, vagy a Netherben, hoztál szőlszendet? Szerintem egy pár darabot, de nem túl sokat már. De egyébként itt van nálam. Egy darab kell. De itt a kapu egyébként, de vihetsz is, ha akarsz nyugodtan, úgyhogy... Ha kell. Nem, majd egy kell, mikor a vasfarmot csinálom liftnek. Ja, jó. Mondjuk ahhoz még majd úgy is szedni kell hínát is valahonnan. Szia Remoszó, ciao. Na, valahol ide terveztem, ugye... itt mondjuk ezt lehet, hogy vissza kéne építeni, hogy ne látszódjon ki a tégla, elég hülye mutat. Ha már ennyire figyelünk a részletekre. Ugye pont egy ilyen bázis a lényeg, ott is visszaépítettem a... pont egy ilyen bázis a lényeg most, hogy ne látszódjon csak a föld. Na, tehát... vagy ide a másik mellé építsa? Hát, hogy inkább ide kéne. Sőt... szerintem ide fogom. Egyébként nem foglal el nagy helyet, tehát nem... kell nagy terület neki, mert azt hiszem egy... hogy is van 8-szor... tehát kb. Majdnem, hogy ennyi elég lesz. Kő, nem tégla. Ja, hát stone. Stone az kő. Alapvetően egyébként megvan mindenre a saját szavam járása, tehát... tehát az a lényeg, hogy én értsem, mit beszélek. Na, ezt... hát még egy kicsit kijebb, hiszem, azt jó lesz. Majd itt az egész bele szépítve. Nekem meg már elég sok minden automatál jön, mégis Krisztinén nyihalát eszem. Ennyi. Krisztinén az nagyon rá a pecára, úgyhogy... micsoda a kereskedő? Egyelőre nem kereskedtem az izékkal, sőt, hát ezt a legújabb ércet sem találtam még a Netherben, hát azt is kéne még, nem is tudom, annak a neve. Ugye, amivel a Diamond felszerelés lehet még följebb upgrade-elni. Olyan is kéne. Na, tehát ekkora rész elég, lehet, hogy még kicsit meg kell vinni. Na, tehát a lényeg az, hogy ugye kell, ezt is innen majd elviszem, tehát ne, az sem ott lesz majd, ez csak ilyen ideiglenes. Tehát az a lényeg, hogy ugye ez mennyi, ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jó, talán, hogy pont elég lesz. Na, valahol ide a közepére bedobom a chestet. Akkor kell rá egy hopper. Ide kell egy... kell nekem egy stone slab. Egy stone brick slab. 14-es szinten van a legtöbb netherite. Ja, a izé van Netherben. Majd akkor ránézünk, de itt alapvetően mondtam most nem. És egyre ezt akarom megcsinálni.
Egyébként egyelőre ezeken még semmilyen csant nincs. Tehát ugye most az XP-met elcsesztem, volt 33 szintnyi. Egyedül ez a pickaxe az, amit azt mondom, hogy lehetne upgrade-elni, és akkor ez megmaradhat, mert most már rajta van a mending. Ez tökéletes. De ezen kívül mindenem teljesen nem jó még, úgyhogy. Én már eltöltem egy fortune-os három csákányt. Yes. Az nem volt egy jó ötlet, na mindegy, hát. Tehát ez itt van, és akkor úgy jön most, hogy ugye 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ha jól emlékszem, mert aztán lehet egyébként, hogy rosszul emlékszem, de azt hiszem, hogy így van. Kell egy darab sín ide, hogy... Ez itt körbe-körbe menjen, viszont akkor ide kell alá redstone, hogy ez el is induljon. Jó. Oké, és akkor ugye itt fog körbe menni a... Mármint így körbe. Nem így körbe. De ne, na. Egyik oldalt csináljon már végig ez az. Így nincs. Tehát ugye ez lesz az, ami így körbe-körbe fog mászkálni, és össze fogja szedni majd nekem a lehulló cukornádat. Oké, tehát akkor ez megvan. Ugye most kell az a réteg, ahol majd a cukornád fog nőni, és ez ugye 8 darab, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, így né. Ezt lezárjuk így. És most van szüksége, mondjuk ide nem ártana egy kis lépcső, hogy föl tudjak ide ugrálni, nagyon jó. Tehát most lesz szükségem arra, hogy ide tudjak rakni vizet. Nem tudom, hogy a legegyszerűbb. Kb. Így. Az majdnem jó lett. Szóval itt az a lényeg, hogy a cukornának legyen víz mindenképpen. És elvileg így lehet. Ez az. Most már csak át kell hordanom ide párvödörni vizet. És akkor ugye a cukornád az itt már tud majd szépen növögetni. Azt hiszem van bent még vödröm, hozok még vödröt. Ez azért jó, mert ugye, hogyha ez menni fog a farm, akkor utána későbbiekben tudunk... Ugye nem abba tej van. Na mindegy. Az a baj, hogy vasból nagyon kevés van, mert a vasúthálózatra elhasználtam, úgyhogy... Na, szóval később tudunk emeraldot trédelni a cukornádért cserébe. Úgyhogy mindenképpen kell. Mennyi vas kell? Majd szedek, úgyis kell még nagyon sok, tehát nem... Oké. Okay. Majd kibányázgatom. Csak most ez a projekt. Neked is kell a vas, mert... Te is biztos építeni fogsz dolgokat, úgyhogy majdnem. Na nem, itt csak bányásszak körben. Ja, csak bányászol? Majd fogsz építeni, nézd úgy. Még nem, de majd rád jön az építhetnék, azt akkor menni fog a projekt. A biztos. Szia Tibi, köszi! Igen, kell 8 darab observer kell majd a tetejére, meg 8 darab piszton is, úgyhogy még kell építenem még dolgokat, vagyis craftolnom. Még egy vödör. Már megint sötét van. Igen, lassan majd lehet megint aludni. Oké, tehát akkor ez megvan. Ez már nem kell ide.
följebb építjük, mert megyünk följebb. Lehetünk aludni. Na, és akkor kell nekem... Lehet, nem is lesz elég mosan. Szia Attila, köszi, hello, hello! Aludjunk egyet először. Van olyan is, igen, de egyébként szerveren játszik az ember, akkor ugye alapvetően nem árt, ha viszonylag olyan dolgokat csinál, amit nem annyira lagolnak. Szóval, ugye ott lesz a cukornád, és akkor előtte pedig ablakkal majd el fogjuk fedni. Ott egy creeper. Most már az a baj, hogy a creeperek rombolnak, tehát... Tehát nem szabad, hogy fölrobbanjon, mert akkor itt elpusztítom. Délelőtt én is találkoztam creeperrel, elcsaltam olyan helyre, ahol nem fáj. Nagyon vágtam, csak figyelni kell. Hát én is próbálkoztam, de csak gyorsabb volt, mint én. Ja? Nem jött be? Megakadtam egy blokkba. Azt nem bírtam hátrálni tőle, rávertem kettőt, aztán hátrébb megyek, úgy szoktam. De hát nem tudtam annyit hátrélni, úgyhogy még jó volt, hogy elcsaltam innen, hogy nem okozott kárt. De jó nagy gyűrűt kellett utána betölteni. Egyébként itt is, ne tudd meg, mit bányáztam. Itt, ahol most csinálom már ezt a másik két farmot. Itt 3 gyémánt ásót törtem el. Én most már ezért akartam megcsinálni ezt a vendinget. Sőt, igazság szerint kéne egy izét is csinálni, olyat, ami normálisan tud, tehát egy shovelt is majd, ami ugyancsak vendinges, ne kopjon el. Na, kell nekem 8 darab piston, úgyhogy kell ez is, meg redstone is. Hogy is van a piston? Azt hiszem így. Csak ez még kevés. Na, viszont az Observert azt nem tudom fejből, sőt amúgy sem, mert azt nem nagyon csináltam még, úgyhogy az mindjárt. De hülye vagyok. Meg kell néznem a recót. Drága vasat elpocsékoltam vasajtóról, az még volt 2. Igen, van úgy, hogy az ember nem figyel, aztán elmegy az anyag, ez az Observer. Kell még cobblestone. Jó, tehát akkor megvan az Observer, megvan a piston. Jó, akkor folytassuk. Mégis annyi lesz, hogy a piston ugye Observer érzékeli, hogy mi a helyzet. A piston az Observer ugye működésbe lépteti a pistont, az le fogja lögdösni, és akkor elvileg a izé meg összeszedi. Szóval aztán az Observert azt... Ja. Azt fordítok el. És amúgy is kell még építőanyag, mert elfogyott. Egyébként elvileg... Hát igazándiból... Lehet, hogy tehát ezzel a megoldással lehetne csinálni izét is, ugye kaktusz farmot, mert hasonló megoldás, csak a kiépítése más, mert ugye a kaktusz így nem lehet egymás mellé, mint a cukornádat lerakni. Tehát az úgy nem működik.
Sőt, igazság szerint nem is oda kínálom ide. Így. Nagyon jó, jött a redstone, ugye? Így mi? Zsír. És akkor ugye be lehet ültetni a cuccot, ami a lényeg. Szerintem még egy magas egészen nyugodtan lehet így. Nagyon jó. Oké, és akkor le fogjuk fedni. Mindjárt hozok szlevet a tetejére, és akkor nem kell attól parázni, hogy rászpavnol bármilyen mob. Hát egyébként megmondom őszintén, hogy mivel itt a kaktusz farm, és azért lehet abból csinálni rendesen XP-t, annyira nem rossz az, tehát... Tehát szerintem igazándiból az XP a kaktuszból, ami jön, az nagyon durván jó, tehát... Ha az ember ráír, akkor érdemes szerintem azzal is foglalkozni. Itt szépen lezárjuk a tetejét, aztán elméletig ennyi. Hát lehet egyébként ugye, mit tudom én, mindenféle fancy blokkból csinálni. Ugye nem tudunk rárakni fákját, tehát jó. De nekem ez így most egyébként tökéletesen megfelel, úgyhogy... Jó, ez megvan. Elvileg ennyi. És akkor... Ezt itt visszabontjuk. Nincs valakinek szírtacsos cucca? Nincs, sajnos. Micsoda? Silk Touch. Elszámoltam magam egy blokkal, és sajnálom ezt a sok üveget. Az alját nem zárom ele? Szerintem nem, hát így jól van, ahogy most van. De mindjárt megnézzük, hogy egyetem működik-e. Csak kipakolok. Ugye ez az építő... anyagos láda. Oké. És kell még egy darab vasúti kocsi, úgyhogy pont kettő darabbal van több, vagyis nem. Három darabbal van több vasa, mint kellett volna, úgyhogy tökéletes. És akkor elvileg ennyi az egész, hogy ezt lerakom oda, és akkor majd, ahogy növeget a cukornád, ez összeszedi. Na. Nem lök rajta annyit? Lehet, hogy akkor kettő kell? Akkor rakunk még kettőt. Lehet, hogy egyre följebb kellett volna raknom, de nem hiszem. Van, most raktam le azért, most raktam le azt a vasúti kocsit, de ahogy nézem, egyelőre nem nagyon akar rendesen mozogni. És nem tudom, lehet, hogy elrontottam a magasságát. Rakunk egyet ide a túloldalra is.
Mindjárt. Na, ez így most már jó. Hello Milán. Na, most egyébként csak annyit kellene csinálnunk, ugye, hogy itt várni egy kicsit alatt, hogy megnőjön az a cukornád, de... De nem tudom, hogy mikorra fog megnőni, mert... Egy kicsit... Kifákjázok itt jobban nekem most már, ne spamnogassanak ide az ellenfelek. Nem töltséres csille kell hozzá? Nem, szerintem. Vagy az kell hozzá? De szerintem nem. Ládába küldeted? Aha. Akkor hopperes májkát kell. Hopperes májkát kell? Aha. Hát egy hopper van alatta, és akkor úgy megy a ládába. De a májkádnak is hopperesnek kell lenni, és úgy teszed rá a hopper. Ja. Akkor jó. Akkor mindjárt megcsinálunk egy hopperes minecartot. Ezt annyira nem, azt hittem sima is elég, de akkor... de akkor nem. Na, ennyire nincs. De sima nem esik át rajta. Ennyire nincs óriási tapasztalatom, viszont nincs elég vasam. Úgyhogy le kell menni valóban vasat szedni, mert így nem lesz. Szedhetsz nekem is. Mert abból nekem is kéne így kapásból, azt mondja, 4 hopperre való, meg 2 májkádra való. Hát igen, a vas, azért is mondtam, hogy a vas az olyan, hogy elég durván kell minden. Itt nyitok egy új vágatot. Olyan, itt tudom én. Hol vagyok, 50. Elmegyünk erre. Valahol úgyis vasba fogok akadni, hát ez mondjuk pont szén, az annyira nem, de... De csak jó lesz valahol. Egy barlangrendszer, meg egy szakadék. Haha, szevasz, creeper. Mondjuk ez a kohó, ez jó, ez sokkal gyorsabban égeti. Ott is van? Majdnem annyi lett nekem, nem figyeltem, majdnem leestem. Hú, én tegnap megúsztam, ne tudd meg. Lávába estem a millió cuccal, éppen ki tudtam ugrani, és fél szívig sérültem le. Az jó. Hát ez eddig csak 4 vas, de mondjuk az... De egyébként, hogy milyen jó ez a csizma, ezzel a könnyű esés encsanta, mielőtt jöttél, mentünk át Petykáékhoz, mentem én is. Hát egy 50 blokknál magasabbat estem a szakadékba. És csak 2 szív esett le. Az igen. Hát igen, cipőre akkor az encsant kell. Na, azt majd hátkorba én is be kell izzítani. És akkor kell egy chest, meg a vas. És akkor csak össze kell rakni a izét? A sima minecart, chest-tel. Aha, jó, csak össze kell rakni. Semmi extra. Jó, na, akkor ez a végső. Na, egyébként ez sem annyira tökéletes, itt is néha mellé esik a kaktusz, de hát mindegy.
És ezt hogy lehet meglökni, vagy ezzel mi van? Ebben már nem tudok beleszállni. Úgy el tudod tolni a sinet? El tudom tolni a sinet. Hogyha hát, ha teszel le sint, akkor le tudod rá tenni oda, ahova kell, és kiütöd alól a sint. Én is úgy szoktam csinálni. De ennek Doxi körbe-körbe kell mennie. Ja, aha, értem. Valami egyébként nagyon nem akar stimmelni, mert ennek, ha ezt rárakom a restónos ízére, annak el kéne indulnia, nem? Miért nem akar elindulni? Na, valakinek ötlet? Hogy lehet elindítani? A Minecraftot? Senki? Senki nem Minecraft Pro? Nem ismerem a rendszert. Már hogy a rendszert? Olyat még nem építettem, sosem meg nem is néztem dizájnt se, hogy hogy van kaktuszfal. Ez cukornál, de nem az, hogy tudsz elindítani egy olyan, egy Minecraftot, ami izé. Ami hopperes. Ami hopperes, igen. De beleszállni ugye nem lehet. Na, valaki a cseten? Ki annyira Minecraft? Lehet, hogy elektromosin kell neki? Hát de arra is ráraktam, azon se indult el. Nem tudom. Na, senki? Redstone kapcsoló. Kell egy kapcsoló, azt mondod? Csak tippeltem. Én nem tudom, de hát alapból van, vagy van rajta redstone, tehát mindegy. Talapból aktív a izé. Hát igen, ez a baj, hogy... Jajjaj. Ez mondjuk érdekes, hogy senki nem vágja, hogy kell. Hát elvég meg kéne lökni, igen.
Hát igen, már jó ötlet volt szétütni. Szét is folyt minden. Túloldalról kéne meglökni valahogy. Ez itt meg... Még föl kell építkezni, és föl tudjak mászni. Elvég... Igen, itt nincs víz, jó. Na végre. Na, csak sikerült megoldani nagy nehezen. Jó, most már ennek csak... Egyébként ott megnőtt, de... Ja, még nem nőtt, nem, tehát nem nőtt meg maximálisan. Jó van, Tamás, de nem, tehát most őszintén, összvisz itt, itt is ami van, itt annyit, hogy beleülsz, és akkor ugye tudsz menni, de hát ebben nem lehet beleülni. Tehát itt, amit például most Krisztinéni felé, ugye, hova tűnt? Ja, itt van. Tehát beleülök, és akkor ugye nyomom az előrét, aztán ugye eléri, és akkor aktiválódik, és akkor megy. Oké, tehát annál azt nem lehetett beleülni. Úgyhogy... De meg lett lökve, úgyhogy most már minden fasza. Hoppá, Krisztián ideig elépítette a vizet, a falat. Ezt a betyár mindenit. Itt már valami épület is van. Ne vagy csak meg ne jegyél majd. Há, mitől? Ha-ha! Adriánnak köszönöm a követést, jó szórakozást. Micsoda izé? Zászló van itt azt a betyár. Milyen fénykép, vagy izék, festmények. Na, milyen halálpályos festmények, azért nem semmi. Azaz. Ó, menni kell hazafele. Esetét van. Gyere, van vendégágyam. Akkor jövök. Veled alszok akkor. Na, megint. Na, hát tessék. Ja, tényleg itt a kis épületben láttam. Melyikbe? Mindegy? Egy. Szia, Hitman, hello, hello. Aludjunk akkor. Pillanat, Creeper. Közben az meg... ráírok használni, nem? jó, nekem is kéne csinálni egy jó nyilat, fölöncsantolni, mert csomószor azért jó lenne úgy lelövöldözni őket, hogy... Az, hogy kéne egy... Van jó... egy a fejemnél, kéred? az a baj, hogy kéne egy jó olyan mob farm, ugye, ami... A hardcore-ban is van, csak az van, hogy itt nem működik. Tehát ugye mivel annyian vagyunk a szerveren, hogy mindenki körül spawnolnak mobok, így pont a mob farmnál nem spawnolnak kb. Semmi. Úgyhogy... Még ott vannak lent a csontik a vízben. Ott... Ez meg... Na. Az Isten. Van egy jó íjam, ha kell. Gyere, nézd meg. Meg Petykánál is van. Hát tudom, hogy van nálatok, de nem magamnak akarok csinálni. Hoztam volna én is Petykától egy jónak tűnőt, de hiába van többszörös lövésem, meg végtelen, nem lehet rátenni. Te rosszat hoztál-e? Na, gyere, semmi. Így viszont lehet, hogy elég lett volna neki az egy izé. Már most egy kicsit gyorsan megy, de mondjuk nem baj, mindegy. Ez egy gyorsonat. Na, várjuk, hogy megnőjön, aztán lecsapkodja. Addig meg learatom itt a búzát.
Ennek is kéne valamilyen emeletes automata farmot építeni, abból is van több fajta. Nem csak olyan, amit a hardcore-ban építettem. Majd valamiért nézünk. Hát, hogy Doxium van olyan ilyen, amiben benne van a végtelen, meg a dörhetetlenség 3. Akkor van egy másik, amiben benne van a végtelen és a láng. Az volna az igazi, főleg ide a gólemek ellen. Legalább dobnának egy kis vasat. Az. Baltik, szia, az jó, jó kis mapja. Az a baj, hogy izére íra, kéne ugye az power, azt hiszem, hogy ugye nagyobbat sebezzen, kéne a, tehát hogy fölgyújtsa őket. Nem tudom egyébként, hogy a Infinity UE, mert elvileg arra ugye mendinget nem lehet rakni, vagy hogy van. Gyertek, tehenek, egyetek. Hát, de menj ki. Ezeknek is kéne valami komolyabb helyet csinálni, ne ilyen kis része legyenek összezsúfolva. Ja, semmi több. Akkor ennyi. Na, ez meg nem akar nőni. És most akkor nézhetjük, hogy nő a cukornál. Hát egyébként ez is ugye úgy jó, hogy ha itt hagyjuk, aztán magától hadd menjen, aztán csinál egy csomót. Nem tudom egyébként Vanilla Minecraft-ban van-e valami chunkloader-szerűség, valami biztos van, ami betölti. És akkor folyamatosan mehet a farm. Hát igen, csak azért nem tudom, hogy most az ember magával ugyan egy-két stack nyilvesszőt, vagy ugye Infinity legyen rajta. Mert akkor ugye megjavítgatni kell, igen, ez a... Hogy hát nem probléma, csak... Csak hát javítgatni kell. És egyébként sokszor... Sokszor... Mert mindig olyankor fogy el, amikor legjobban kéne a nyílvessző. Hát igen. Na, mondjuk ezért a hardcore-ban azért jó nekem ott a mob farm, ugye, mert ott folyamatosan jönnek a csontig is. Azonban, hogy itt kéne találni egy olyan mob spawnert, ami csontvázat spawnol, csak hát ezt azt megtalálni. Így is örülök, hogy egy zombisat találtam. Ez is nehéz volt. De mindjárt lemegyünk, mert egy kis XP-t kéne farmolni. De ezt most már meg akarom várni, hogy működik-e, mert jó lenne látni használat közben, hogy is néz ki. És egyébként a héten már akkor az új menetrend lesz majd, ugye a Facebookon a szavazást megnyerte az új menetrend. Hát direkt azért van, nem is csináltam a faktóriót, mert azt majd úgy akarom egy kicsit jobban beleállni az elején, tehát nem egy két órás live-ban. Tehát most csütörtök pénteken lesz a farming, és szombat-vasárnap pedig Minecraft lesz. Szia Lucy, hello! Úgyhogy csütörtök péntek lesz farming, csütörtökön egy új TS mapot nézünk meg, pénteken meg szerintem a Obertal mapon. Szombaton ugyancsak itt leszünk vagy hát nem tudom, majd meglátjuk szombat, hogy a hardcore, vagy melyik lesz szombat-vasárnap, majd még kiderül. Meglássuk. Nem akar megnőni a harmadik? Ne volna beállítanom egy hentest is. Egy hentest? Ennyi. Aha, sosincs bőröm könyvhöz. Milyenek vannak? Ugye van farmer, van pap, van könyvtáros, kovács, hentes. Ezek. A hentes majd lesz üzé, akkor... A kovácsból van több fajta, mert van fegyverkovács, páncélkovács. Aha. És akkor mik vannak még? Hány fajta akkor van? Akkor lehet csinálni íjászt, annak nem tudom, hogy adtak-e már valamit. Aztán. Íjászasztal teszel le, akkor íjász lesz. Meg... nem tudom... Most így hirtelen nem jut. Valami építész is van, vagy mi, nem?
Aha. Igen, mert van valami ösmi is, aminél tudsz téglát venni, agyagot, meg ilyesmit. Az sem rossz egyébként. Az most így hirtelen nem tudom, hogy melyik, meg az se, hogy milyen eszköz kell neki letenni. De egyébként még én is most tanulgatom ezt a villagerést. 14, az egy 14-es pecsóta. Látod, én egy izért egy hopperes minecartot nem tudtam meglökni, úgyhogy... Jó, van ilyen, pedig nem elsőnek építetted már meg biztos. Nem, csinálgattam már, jajajaj. Gyerünk, nőj már meg a harmadik. Én is elpocsékoltam most egy jó félsztek üveget, hogy elszámoltam magam egy blokkal. Kéne egy szilktácsos cucc. Útkor nekem a felajánlotta, de nem raktam rá semmire, mert igazándiból hát jó, ha van egy, de úgy annyira nem. Kőművesnek fordították, és a kővágó fűrész kell neki. Lehet egyébként, valahol láttam. Azaz, igen. Jajajaj. Most ezt mindenképpen meg akarom várni, mert ez lett volna itt a lényeg, tehát... Tehát erre várunk, hogy megnőjön is. Elvileg ugye az Observer érzékeli, a piszton kiüti, leesik, összeszedi a kocsi, ez belekerül a chestbe. Csak működés közben szeretném látni. Egyébként azon is gondolkoztam. Most már működik a cékla is, már 53 darab van a ládában, majd egy stack. Azon gondolkoztam, a kaktuszfarmot is egyébként meg lehetne durván növelni. Ott a magasságát, legalább 4-5 szintet még ugyanígy rátolni, és akkor elég sok kaktusz lenne. És azért az XP-ben durvább lenne sokkal. Azért, hogyha belegondolsz, főleg így kereskedelemnél, hogyha már csak így ezt a répát, széklát, kaktuszt termeled, akkor csak gyakorlatilag rá se kell nézned, csak venni ki a ládából, meg eladni. Hát igen, mondjuk ugye az a jobb, ha minél több van, mert ugye egy idő után azt hiszem, nem trédelgetnek, vagy hogy is van. Tehát nem engedi tovább azt. Van egy bizonyos mennyisége, de azt például én is mostan felhúztam itt az első tréderemnél, hogy adtam el fel a cuccokat, és például ilyenkor, mikor sokat trédelsz már vele, akkor egyre olcsóbb lesz mindig. Most ez is engedett, a búzá eddig 20 volt ugye egy emerald, 20 búzáért adott egyet, most már 19. A répa 22-ről lement 21-re, meg mindig olcsóbb lesz. Eddig egy emeraldért 4 dinnye kellett, most már 3. Minél többet trédelsz vele, annál olcsóbban adja majd. Igen, de... csak ugye, hogyha egyet trédelsz folyamatosan, akkor azt letiltja, azt egy idő után nem enged tovább trédelni. Igen, van egy bizonyos mennyiség, amit egy játékbeli napon el tudsz adni. Gyerünk, nőj már te. De ezért jó, hogyha több van belőlük. Hát igen, az nem árt. Jó, hát igen. Hát igazság szerint pontosan ezért éri meg ugye mindenből úgymond csinálni farmot, hogy minden is legyen. Gyerekek, podcast, nem akar nőni a cukornád, úgyhogy... Lerakom ide az ágyat, na most már mindegyik második fázisban van. Lerakom ide az ágyat, és így alszunk el, hogy nézzük a cukornádat. Aludjunk. Ki van világítva rendesen? Nincs ott világítás. Kell neki, de nem nagyon lehet azt ott megvilágítani, mert akkor ott nem... Nem tudom, de gondolom akkor minden növényre hat, mert azt hiszem legalább 7-es erősségű fény kell, hogy növekedés legyen. Növekedik, tehát egyet már nőtt, csak a harmadik fázis nem akarja valamiért egyelőre.
De elvileg jól raktam a Observert, mert errefele van a érzékelője. Csak most már kéne nőnie. Ott egy Creeper. Na, például azt a messze lévő Creepert, azt nyílveszővel le tudnám lőni, csak hát egyelőre ilyen nincsen. De majd valamit kukázunk. Gyerünk már! A szegény minecart meg ott folyamatosan megy össze-vissza. Józott. Ja, szegény szedné, de nincs mit szedni. Egyre közelebb jön az a creeper. Az a baj, hogy itt még izé sincsen ilyen dverkelés, hogyha googolgatok neki, akkor gyorsabban nő. Itt nem hat rá sajnos. Ez nem Sky Factory. Hát itten hiába pucsítasz. Igen, sajnos nem megy. De egy ilyen rohadt lassan nőjön a cukornád, az hihetetlen. Pont amikor el fogok menni, meg nem fogok odafigyelni, akkor fog majd. Akkor megnő. Paf, érzékelő Observer, az kicsapja a piston. Ezt 10 évvel nem is lehet bone mill-el gyorsítani rajta, mi? Nem, aztat nem lehet bone mill-ezni. Szemizével lehet, kannával lehetne locsolni, de mondjuk hát ebben ugye kanna meg nincs. Összejött már egy stack-a. Jó kis XP lesz, összejött. Egyébként legalább már egy olyan 5-6 stack-nyi kaktuszt kiégettem, és tényleg? Tényleg, ha nagyban csinálna az ember, akkor az lenne az egyik legjobb XP farm. Tényleg viszont hoztam izért dzsungelfát múltkor, meg bambuszt is. Habci elköltözött arra az irányba hegyek közé, azt ott van dzsungel. Most már van az is. Csak még azt nem ültettem el. Mondjuk a izért érdemes lenne a bambuszt mindenképpen, mert ugye abból lehet csinálni ezt a ilyen állványt, az jó cucc. Igen, csak bizony pókfonál kell hozzá rengeteg. Hát, mondjuk egy pók spawnerünk van lent ott a Krisztinénél a bányában, csak az a baj, az is eléggé el van rejtve, dugva, aztán oda is ki kéne építeni valami utat direktbe, hogy na, egyszerre megnőttek. Egyszerre leverte az összeset, tessék. Na, akkor így működik. 3, 4, ugye mindig ahogy elmegy ott előtte, egyet beledob. De elméletileg 8-at, hát elvileg 9-et kellett volna, ugye, ahogy nőtt. 9, van több? Nem, 9, jó. Na, tehát akkor megvan. Így működik, ennyi az egész, hogy ahogy megnő, az egyiket érzékeli, paf, kicsapja, és akkor mindet letakarítja. Úgyhogy teljesen jó. Jó, menjünk le a... Menjünk le és üljünk egy pár zombit egy kis XP-ért. Megnézzük a mob farmot. Azt ott egy kicsit kiépítettem valamennyire, hogy valahogy kinézzem, mert ugye egyébként az ember simán elmegy mellette. Valahol itt kell lennie egy... ez az itt van. Erre van, mob farm. Zombie spawner, ki is írtam, hogy... lehessen látni. Ez az.
Majd valahogy így kell a spider-est is megcsinálni. Hát és akkor ott van bent a spawner. Azt nem tudom, hogy... hogy nem lesz majd érdemesebb szétverni a falat. Nem tudom, hogy a alap spawnerek milyen távolságban spawnolják le a mobokat. Bár egyre egy 3x3-os területre, de... Hát nem mondom, hogy ez a világ legjobb spawnere, de hát egyelőre ez van. Úgyhogy majd, hogyha... Hát igazság szerint ugye a Netherben is lehetne XP farmot csinálni Blaze far spawner köré. Vagy hát majd, ha meg lesz az End portál és át tudunk menni az Endbe, akkor ugye oda lehet egy igazán durva XP farmot csinálni, mert ugye az Endbe csak adott pontokra tudnak spawnolni az endermenek, és hogyha egy player van odát, akkor elvileg ott spawnolunk állat. Ott majd érdemes lesz körülnézni, mert elvileg került be valami lőfegyver a játékba, amit ott lehet találni. Nagyon pici a valószínűsége, de az Endbe ezeken a romokon lehet találni. A lőfegyver. Hát legfontosabb az elitra lenne, mert az kellene ugye, tehát hogy tudjunk repülni. Majdnem, hogy mindenkinek kéne ugye egy, csak hát azt annyit találni mondjuk az nem lesz egyszerű. Na, farmoljuk azt is. Az lesz, igen. Na, úgyhogy ez a mob farm van, hát egyelőre még nem egy komoly, de egyébként a izé az jó, a Rotten Flesh, mert ugye a rohadt húst is lehet kereskedővel trédelni, úgyhogy megéri. Na. Úgyhogy sajnos az a fajta mob spawner, amit én csináltam a hardcore-ban, az itt nem működik, úgyhogy. Viszont most lemegyek a Netherbe, mert megpróbálunk keresni Fortress-t, hát ha sikerül, mert egyrészt, hogy kéne, ugye azt, hogy megtaláljuk az Endet, kell Blaze Rod, vagyis hát kell találnunk, hogy hívják ott. Blaze Powdert. Szia Pityesz, hello! Szerintem de... Elmentem vasat keresni, hogyha aludni kell, szóljatok, ágyat hoztam. Oké. Csinálok egy nyilat, mert akarok lövöldözni messzire. Föl lehetne enchantolni, csak nincs elég. XP-m. Pedig a Power 4 ott lenne rajta. Kéne 20 szintnyi XP, gyerekek. A fenév. Na mindegy. 20 szintet gyorsan fölviszel horgászattal, talán egy 20 perc alatt. Hát, annyit most nem. Akkor átjövök, nyírbálom itt a izékat, a pigmeneket. Hát, Pityesz, már egy ideje megy a stream, több mint egy órája. Úgyis hátra dobnak ezek valami jót. Aha. Nyilas csávó. Szóval lett vele, lejt a földbe. Hét. Tudom, ezekkel lehetne állítólag trédelni, de én dobáltam nekik mindent, és rohadtul nem akarták elvenni az aranyat, úgyhogy elmehetnek a fenébe. Viszont... Hát azt nézem, hogyha ezzel csapkodom ezt, akkor elvileg ennek föl kéne vinni ugye az XP-jét. Azaz maxon is van zsír. Egyébként a leggyorsabban itt szinte úgy lehet kiszedni a... Tehát én például, ha nether kvarcot szedek, az nagyon durván adja az XP-t.
Itt látjátok, hogy már 13-as itt megvan. Sőt, most ugye arany is van már itt, azt is lehet bányászni egész nyugodtan. Nether quartz meg, tudom én, valamire jó lesz. Csinálunk bele jó sok observert. 15-ös szintesség. De adja! A gyerekek, én itt lent nem tudok aludni, úgyhogy... De szerintem nekem nem is kell, tehát engem olyankor nem számít bele, ha jól emlékszem, ugye? Erre még nem voltam, elnézünk erre. De szerintem beleszámít. Már? Mindenki alszik? Ja, nem. Akkor kiléptem. Akkor szóljatok, ha mehetek vissza. Jöhetsz vissza. Jó, jövök. Csak már nem fogok lerakni ágyat itt, mert már egyszer fölrobbantottam, úgyhogy nem. Még egyszer nem hiányzik. Ott egy Enderman. Az a baj, meg kéne ölni, mert... Gyere csak, fiacskám. Gyere csak ide. Mert kéne az Ender Pearl. Na, oda nem szabad ne esni. Nem megy már el, te! Ez nem volt egy kemény legény, ez elment elportált a fenébe. Szóval visszatérve arra, ugye, hogy a Nether update én szerintem egy picikét elcseszte a Nethert, mert akárhol is jártam, szinte sehol nem találtam Fortress-t. Pedig kellene, nagyon durván. Abba most ott nem kötünk bele. Ó, itt az arany. Hát arrafelé is csak ilyen izé van, olyan kék biome van, úgyhogy az sem egy nagy kaland. De mégis elmehetünk arra. Viszont olyan... Ó, a franc beléd. Disznó csávónak annyi. Nem tudom, egyébként aki játszik az új Nether update óta, az valaki talált már Fortress-t, vagy csak én vagyok ilyen szerencsétlen, hogy sehol nincs Fortress. Te tisztike, de jó. És most már robbant, úgyhogy be van kapcsolva. 20-as szint, tessék! Ugye meg lesz az a... 30. Menti 100 blokkot és találtál. Na ne! Ne rajzolj, ne vetíts! Hát akkor rohadt nagy szerencséd volt, mert én mondom... Mind a hardcore-ban, mind a izében alig találok. Ott van még, sőt két enderman is ott van, de hát... Nem fognak lejönni pofoszkodni. Ez ilyen nagy, ez a bajom. Atya-gatya. Na, innen haza sem fogok tudni találni. Azok micsodák? Shroom light. Ez izé világít. Biztos.
Na, gyere ide, kisfiam, adjál nekem Ender Pearl-t. Eltűnt. Gyere vissza, hé. Na. Elég sokáig kell, jó, megvan. Dobott egyet. Sok kicsi sokra megy, úgyhogy kell majd egy csomó, hogy megtaláljuk az end kaput. Az ott majdnem nem volt jó. Mi volt az a hang? Az egyben nether kvarc és arany, teljesen jó. Hát én arra felem, hogy ott egy kicsit előre elmegyek, mert hát ha lesz valami, de túl nagy reményeket egyébként nem fűzök hozzá. Pedig jó lenne. Na, legalább nagy nyílt tér és lába. Én nem tudom, hogy oda hogy fog visszamenni, de majd... Ó, milyen? Na, ez a Fortress. Vagy ez benne? Kőfarm! Hát a kőfarm az annyira nem, köszönöm szépen. Az annyira nem fontos. Ez lenne az új Fortress. Csajcsi, én nyakon vágom. Hát mi kettővel már nem biztos, hogy kéne harcolni. Mi volt? Na, jó van, nem tudom. Ez már egy harmadik, vagy hogy van ez? Hány van? Micsoda a Piglin bástya? Ott halt meg az Enderman. Nagyon szeretem ezt a fajta mozgolódást, itt halt meg. Hát szerintem nem dobott ez semmit. Ja. Jó, most nem mindig hagyjuk az Endermaneket, mert nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy itt nézzük meg, mi van. Tehát ez nem sima Fortress, hanem ez ilyen... Ott van. Kaptam achievementet. Nether. Enter a Bastion Remnant. Akkor ez egy Bastion akar lenni. Tessék. Aranyblokk. Aranyblokk az jó. Hú, ezen ilyen rohadt gyorsan lehet futni. Valahol láttam chestet. Pedig nem láttam chestet. Viszont izé ott van lent, azt össze kéne szedni. De ott van lent chest. Csak hát ha belesik a lávába, akkor az úgy game over. Na, ez a lényeg, ezt akartam. Aha, na ez a hülyeség. Na jó. Muszáj lelőnöm, mert... Miért mindenkinek ízé? Együnk! Felestek a lávába? Na. Crossbow. Hát nem mondanám, hogy túlságosan
megérte. Az majdnem belesétáltam. Ez azért nem lett volna jó. Ezt a betyár mindenit. Ez nagyon oda kell figyelni a lábunk alá, mert minden izé tele van lukakkal. Valahova ide jöttem, vagy innen jöttem, vagy hogy mondjam. Tetején vannak ládák? Tegyen Enderman. Hát jó, csak egyre várja, mert valahogy úgy kéne menni, hogy ne halljak meg. Na, pont te hiányoztál, Hisztike. Meg a baranyom lesz. Menjetek innen a fenébe. Oké, jó. Szóval menjek a tetejére, azt mondod. Na, ez például micsoda? Az is arany volt. Hát ennek a tetején láva van egyelőre. Chestet nem látok. Ott fönn mondtad azt a tetejét? Na jó, azt most így egyelőre nem akarom bekockáztatni. De sima fortress nem látok sehol. Tehát egyáltalán nem lesz blaze rodunk sajnos a francba. És sőt, most már viszonylag egy kicsit el kéne indulni hazafele is, mert sose fogok hazaérni kb. Úgyhogy ez az utazás most nem nyert. Nem nyert hangszórót. Szia Csongi! Oké, vágom, hogy ott van a toronyba, de nem akarom bekockáztatni. Egyelőre haza szeretnék jutni, mert most már nagyon messzire eljöttem, és egyelőre haza kéne jutni, amíg még tudom, hogy merre kell hazamenni, mert aztán azt is elfelejtem, hogy honnan jöttem, akkor vége. Kicsit safety dance-esen játszunk. Valahol innen... nem, de onnan föntről. Onnan föntről estem, ugráltam le. És az a helyzet, hogy rohadtul nem lesz egyszerű egyébként itt megtalálni bármit. Dolgokat majd. Ó. Ez, hogy még ízés sincs nálam. Elegendő építő anyag. Nullánál van a portál? Te nem tudom, még azt sem néztem meg, hogy mi a koordinátája a portálnak. Egyébként ezt például lehetne csinálni, mert hogyha az ember itt folyamatosan bányászna, akkor egyszer csak találna ízét. Azt a legújabb, legerősebb ércet. Bár elég kicsi rá az esély, de most ennyi építkezni elég lesz. Na, Doxi. Hoppá, ennyi kivédett egy messzűt. Doxi, sajnáljuk, nem nyert előrelépés. Erre jó a pajzs. Doxi, szídalszunk egyet? Na, azt hiszem innen jöttem. Aha, ez lesz az. Miért szidjam? Színet, hogy aludjunk. Aludjunk. Vagy kit, az a Doxi okay. Hát én most indulok hazafele, úgyhogy... Majd én is tudok. Slenderben, ha érdekel valakit. Öld meg.
Már izé, fúsz el tedned örájt, az igen. Még egyet sem találtunk. Jó, amikor annyira nem is kerestük, tehát nem... Nem az volt most a cél, hogy... Minél hamarabb legyen meg. De majd... Majd nekünk is lesz. Meglepően jó a vásárolt páncélom. Nem nagyon tudnak sebezni a mobok. Na. Jó, megyek vissza. Majd még átjövök ide, mert meg akarom azt a 30-as szintet csinálni, de egyelőre visszamászunk. Szia, Jani, hello! Ott egy nagy disznó. Nézzük, ez mit ad. Mekkora... Atya-gatya, mekkora disznó. Ott volt melletted. Adott Cooked Pork Shopot. Tizenötös szinten található több. Na. Ja, aludtatok? Még külön? A nap, nappal van, akkor jó. Jó. Elteleportáltam a csok. Hát igen, az olyat szokott, de lehet, hogy visszajön. De mindjárt lemegyek, megnézem egyébként azt a nedert még egyszer, hogy... Még ez a crossbow, ez nem rossz. Music disc. Van már 3 Ender Pearl. Az aranynak örülök. Azért az kemény, hogy eltelt egy nap bányászásra és találtam 3 darab vasat. Hát ez ilyen. Szerencse függő. Még jó, hogy forcsönös a csákányom. Hát a vasra mondjuk az pont azt hiszem nem illik, vagy nem. Hegedűs Bencének... Van 200 vasom, ha érdekel. Az igen. Köszönöm Bence a követési jó szórakozás. Nagyon megnézem, hogy milyen... Előbb a Nether portál az minusz 21.78 és 87-es magasságnál vagyok, tehát azt mondod, hogy 15-ös szinten található több. Ne ijeszkes öcsém. Jézus, oda leesni. Mindenképpen neked azt is kell majd szerezni, tehát benne van a to-do listában. Csak... Csak még annyira nem fontos az. Még itt rohadt sok nether kvarc van, meg... Meg arany is. A 4-es szint. Azért mondtam, hogy 25. Ezzel nagyon durván jól lehet XP-t szedni a Netherben a Nether kvarccal. Na, ezért pont egy hülye kérdés. Micsoda, kipróbáltam, amit mondtam a víztartálynál. Várjál, akció van. Ott van! Ott az a achievement, visszalőttem neki a izét. Saját kis tűzlabdáját. Zsír. Na, nekem nincs ott a víz, dízel, stb. Mit csináljak? Dízel... Jani, megmondom, hogy szerintem nem igazán emlékszem, hogy most ez micsoda, tehát... Lehet, hogy mondtam valamit, de... Persze, gyertek nekem. De ezt így most fejben nem tudom, hogy hol, meg milyen dízeljel, meg minek kéne ott lennie, tehát ne haragudj, de... Most nem vagyok képben egyáltalán.
idáig követett. Pénteken ugyancsak Minecraft, ja várja nem, pénteken farming lesz, igen, csütörtök pénteken lesz most farming. De ha leírod, hogy mit mondtam, meg hol mondtam, meg stb., akkor valószínűleg tudni fogom, de így most így annyira nem fejből, hogy mi hol merre hány méter. Hát ez majdnem egy lávába esés volt, gyerekek. Dehogy csak. Nem léptem le, és erre sincs fortress, nem látok sehol, tehát nem tudom, hogy a francba fogunk fortress találni. Ez mi a 72-es magasság? 15-ig le kell menni, ha ezért akarok netherite-ot. Szia, Deltás B. Hello, hello. Egy picike arany. Erre már jártam szerintem, ja itt van a... Ja. Akkor ezt itt nem szedtem ki. Mennyi glowstone, azt a betyár. Hát mondjuk az lesz, hogy ezt itt ki kéne szedni, mert ez nagyon elérhető helyen van, úgyhogy ezt mindjárt kikapom innen a glowstone-t. Nagyon jó lesz az majd világítani otthon. 27 és feles szint. Jó, alakul. Már csak, ha meg lesz a 30-es szint, akkor haza kéne találni, mert... Ha kezdek megint elég messzire elkolbászolni. Abból majd én is kérek. Glowstone-ból? Aha, abból az izókélportból. Oké, hát gyere majd át, aztán vigyél, ha kell. Nem vagyok én öngyilkos. Nem ide, hanem a házamhoz gyere át. Ja, jó van. De hát egyébként nincs itt gond, hát nem bántanak ezek annyira, csak néha. Néha megharabdálnak egy kicsit. Én sem vagyok öngyilkos jelölt, ezért csinálom most azt a Minecraft-ba, amit nem szabad. Most az ott megint egy ilyen izé? Hogy hazataláljak, a felfele ásás maradt. Ó, ez jó, magadra öntöd a lávát. Az ott lenne megint ilyen hülye fortress? Ja. Az nem rendes fortress, meg ilyen disznó fortress a fenébe. Gyerekek, hol lesz sima fortressünk? Egy A13SF-nek köszönöm a követést, jó szórakozást. Hát gyerekek, el vagyunk átkozva. Blazerot, hogy honnan lesz, lövésem sincs. De olyan szinten, hogy... Tehát, hogy előbb lesz elitránk, de nem tudunk lemenni akkor az izébe. Nem tudunk átmenni addig az endbe, amíg nem lesz meg az izé. Honnan jöttem? Innen jöttem? Persze, támadj meg te, kedve disznó ember. Na, dobott egy aranycipőt, remek. Ezek a disznók, ezek rendesen itt vannak. Jó, sokan. Ide jön nekem az arcomba nyíla lövöldözni, menj te. Jó,
most itt. Most már kicsit azért lassabban jön az XP a 30-es szint környékén. Itt egy csomó. Kilenc, na még egy. És mehet egy enchant. Hát nem tudom, most akkor a nyílveszőt enchantoljuk? Azért az jó lenne normálisan lövöldözni, távolsági. Ó, itt valaki más ott, eléggé mesterségesnek tűnik. Még egy pici, és megvan. Lefeküdtem, ha valaki akar aludni. Fortress sehol. Hát én most a Netherben vagyok, úgyhogy nem tudok. Ennyi, kapta. Na ezért kell a... Jó, van, ma hány van? Jó, mellé ment. Jó, de ott is jön fel egy, mint a felkelő nap. Az a vicc, hogy izért meg nem dobnak. Gasztírt, hogy dobnának, de nem dobnak. Jó, öcsém, te már nagyon messze vagy fél nap. Szerintem oda el sem bírok. Dobott valamit? Gunpowdert. Na, valami? Fortress sehol. Gyerekek, az lett volna még ma így a lényeg, hogy találjunk egy fortress, de nem egy fortress, semmit nem találok. Pedig ahhoz képest azért eléggé durván és eléggé sokat elmászkáltam. Legalábbis mondhatni, elég nagy részét a Nethernek felderítettem. Szóval én amondó vagyok, hogy nekem eddig ez a Nether update nem jön be, mert addig, amit, vagy eddig, amit megtaláltam, mint például a Fortress, azt most nem találok. Úgyhogy... Kösz. Jó, még egy. Au! Ez bátor volt. Na mi van már? Hajj már meg. Te merre felelékezel, Szid? Azért a vasért. Mi azt én ott hagyom szerintem. Irány haza. Haza sprinterünk. Nem tudom egyébként, nagyon rossz ez a kapu, ami ide nyílt. Lehet, hogy meg kéne próbálni, hogy másoknál nyitni kaput, akik kicsit távolabb vannak tőlem, és hogy máshol nyíljon a kapu, mert ez itt semmi nincs a környéken, tehát... De tényleg szó szerint semmi. Na, akkor lesz itt majd. Van egy pár stack Glowstone Krisztinéni. Köszönöm. Szívesen. Csak közben befogtam két darab nyulat is ügyesen. Na, sikerült? Sikerült, hál' Istennek. Na most mi legyen, rakjunk erre a nyíra, Power 4-et, az kéne.
Az kéne, bár kéne ízés, kéne egy új ásó. Az kb. Mindjárt eltörik. Ez már viszont így jó volna. Kettő szint hiányzik, mert csináltam egy végtelen íjat, és amit elhoztam Petykától, amin van erő 3, mending, meg ütés 1-es, azzal össze tudnám kraftolni 12-es szinten. Na. Az már úgy elég szuper így lenne. Hát nekem rákerült a Power 4, meg a Punch 1. Azonban egy Unbreaking is kellett volna rá, meg hogy felgyújtsa őket, de nem adta. Mivel lehet a nyulat befogni? Kriszti, mivel lehet? Sárgarépa. Na, gyerekek, sárgarépával akkor. Mit teszik a nyúl? Rohadt húst. Ja. A sárgarépa az menő. De szerintem azóta nem mondjuk semmit. Ja. Szia, Csipi, hello, hello. Na, megnézzük, hogy Sid hogy áll. Kíváncsi vagyok. Sidnek milyen már a bázisa? Semmilyen. Semmilyen? Na, még ásol mindig? Most nem, most tereplendezés. Na. De nem válaszoltál, merre laksz? Itt lakik mellettem. 89-63-4-13. Na, de látom, most már van rajta páncél is, úgyhogy teljesen jó. Ellátogatok azért a vasért, és majd jövő héten, amikor kész lesz a vasfarm, akkor visszakapod. Mondjuk nem kell sok, elég egy 30 darab is. Egyébként innen pont jól látszik a házikon, hogy ott az ablakok, meg egyéb dolgok. Viszont átvonatozunk Petykához, ha már meg lett építve a sín, megnézzük az ő bázisát is. Itt majd Kriszti nálad egyébként, ha kész a kastély, akkor nyugodtan a vizét vissza lehet bontani a vasúti állomást, csak... Nem akarom visszapontani, be akarom építeni, ja, őt is. Akkor jó. Nekem itt nem fog robbantani senki se. Hát igen, simán most... túlélhető, én is magam elé tartottam a pajzsot, aztán nem is tudott sebezni a vizébe. Most a... Nekem itt felrobbant valamit, megőrülök. Járatba. Szia, Kolibri, hello! Hát én is majd úgy akarom, hogy ott akarok majd egy normális ilyen vasútállomást csinálni neki, csak egyelőre még. Rendesen téglából majd, csak hát azért is el kell menni ugye klét szedni. Meg nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kellene itt csinálni, úgyhogy még azért van tennivaló bőven, építeni való. Majdnem elindultam Sidhez, de most, hogy megemlítetted, hát rohadt kíváncsi vagyok, csinálok egy ilyen kőművest. Na. Ha mondjuk, ha lehet nála klét venni, akkor az már jó. Úgyhogy... Király a vasút? Hát közkolibri egyébként semmi extra egyére, csak tényleg annyi, hogy itt a bázisok között gyorsabban tudjuk közlekedni, ne kelljen annyit szaladgálni, mert... Unalmas a rohangálás. Na, látom Petykának ezért itt éppen szépen épülge. Mi lesz ez az arborétum? Ó, itt egy... Volt benn két méhecske, mondottam, megtartom. Uh-huh. Ja, majd ha már itt vannak. Campfire-t kell nekik rakni, hogy ne csípjenek. Füstörőt vagy mi az? Ja. Na. És ez itt micsoda? Hát átköltözött oda horgásztűtös. Ja, itt pecázol, ez a izé? Horgásztíg. Aha, oda elvittem ki össze tucokat, most már ott van sült hal, rendes hal, meg amiket megfogdostam. Encsantok. Atya, mennyi cucc. A gyerekek, Petyka bácsi éjjel-nappal horgászik, nézzétek, tessék, mennyi horgászbot. Azt a betyár mindenit.
Ott van az így is, amit mondtam, végtelen, meg irány, meg minden. Ja, nézegetem. Hát ezeket egyébként, ha összerakosgatnád, az olyanokat, amin az van, ami kell, tehát az Unbreaking, a Lack of the Sea, meg a Lure, és egy Mending, a világ legjobb pecábotját össze lehet belőle rakni, úgyhogy. Itt vannak az íjak is, aha. Na hát például... Van nekem egy jó pecábotom, hát azért nem bántom. Uh-huh. Na, például itt van, össze lehetne rakni a Power 4-et, ezzel az Unbreaking-es. Lehet, hogy egy-kettőt ellopnák. Mert én ezt soha az életben nem fogok ennyit kifogni. Ott van, mert én nem használom. Én csak fogdosom őket. Uh-huh. Van Infinity is, tessék gyerekek, ott van. Sőt, Infinity és Flame is van rajta. Az egyik legjobb, már csak egy Unbreaking kéne. Power 4, Unbreaking... Mondjuk a páncsot... Azt hiszem négyen csont lehet egy cuccon, vagy hogy van? Mending nem kell. Hát. Nem, majd, nem még egyelőre nem, mert ez a páncs szerintem nem tudom, az lehet nem is jó rá, hogy fele tudja. Itt vannak enchantok is, tessék. Van Unbreaking, Sharpness. Ott a Mending. Sharpness. Az Impaling az szerintem azért kell ahhoz a szigonyhoz, nem? Ami a... izé... van ilyen szigony, azt hiszem. Na jó, én viszont ebben az ágyban fogok aludni, ha már itt vagyok, úgyhogy... És mindjárt lemegy a nap. Rohanok én is mindjárt. Nem, hát ezekhez például a Ghasthoz is tényleg, meg a zombi pigmenekhez is. Jó, hogyha az embernél van egy ímer. Kell őket lövöldözni. Anélkül nem megy. Mindenesetre a mai terv az meglett, úgyhogy a cukornát farm az automatikus, az már működik. Azt nem tudom, például a méh, az mit ad? A méz, amit csinál, az mire jó kaja? A mézzel tudod javítani az egészségedet. Ja, ha lemérgeznek, vagy valami? Aha. Az mondjuk jó. Konkrétban nem tudom, csak épp ott voltak fönt a fán, mondom, akkor ti itt maradtok, azt beépítelek. Az már az előző patchben bejött, de nem nagyon foglalkoztam méhekkel, úgyhogy... Vagy nem is nagyon láttam őket. 1.14-ben jött, de még én sem foglalkoztam a méhek csikével. Spidernek is van egy ilyen farmja, mi, de... Majd foglalkozunk azzal is. Majd egyszer csak. Na, visszarakjuk a kucsit a helyére. Igen, egyébként szerintem ide való. Úgyhogy ezzel megyünk most haza. Hát mondjuk ez nem egy hosszú távolság, mert tényleg itt ellátni a házig, de itt se kell gyalogolni meg ugrálni, mert ugye elég sok itt a szakadék, úgyhogy... Arra már kész van egyébként, Doxi fel a végig az évasút, vagy? Csak az alapkő van végig, és hiányzik még sajnos sok. Vas, de majd az is lesz, megyek lebányászni, aztán a szerve. Jó, el nem csak kérdeztem. Mert hát az tényleg... Holnap elkészül az is. Az tényleg óriási távolság, úgyhogy... Viszont most levágunk egy pár tehenet, mert...
Hát ez, hogy sokan vannak, átkettük el a kaja. Szia Jani, jó ét, hello, hello! De egyébként ezt tényleg itt át fogom mindjárt építeni, mert kevés az a terület ennyi tehénnek. Bár ezeknek is kéne építeni valami jó kis tehénistállót. Egyébként ez adja az egyik legtöbb kaját, nem is tudom, talán még a... Talán nem is tudom, még valami nagy kaja van, mondjuk ennyi elég lesz, ha végén elfogynak. Nem is tudom, melyik kaja az, ami még nagyot tölt. Talán a pumpkin leves, vagy nem is tudom. Oké. Na jó, még másfél szintet összeszedek még szerintem stream végig gyorsan, aztán csinálunk gyorsan egy új lapátot, mert az idegesít, hogy már nincsen durá és mindjárt eltörik. Úgyhogy az úgy nem lesz jó. Nem tudom, elkezdek erre ásni. Hát, ha találok valamit. Bár, hát lehet, nem kéne ezzel hülyéskedni, mert... Az a baj, hogy ez a nether ez olyan, hogy... Sajnos nem a legjobb. Eléggé rossz a generálás, sőt lehet, hogy azt is kéne csinálni, letörölni. És generálni egy újat. Ugye... Ki lehet resetelni ezeket a dolgokat, az endet is, a nethert is, mindent. Pont emiatt, hogyha esetleg nem jól sikerül a generálás, akkor könnyen törölhető legyen. Még egy szint. Persze, gyere csak. Hogyan? Hát megvan a dimje mindegyiknek, tehát van egy dimenzió file, hogy melyik világ pontosan melyik, és ott le tudod törölni azt a dimet, és akkor az olyan, hogy amikor újra belépsz a játékba, akkor csak jó dimet kell letörölni. Egyelőre inkább nem is letörölni, csak vedd ki a könyvtárból. Meg kell nézni, melyik a Nethernek a dimje, dimenziója, és akkor azt letörlöd, aztán újat generál, amikor átlépsz elvileg a kapun. És akkor úgy lesz a Nether, vagy az End, attól függ ugye, hogy milyen izét. Hát a Main World-ot azt ugye nem lehet. Hát az... Persze, kösz, lövöldözz csak rám. Tehát az marad, azt nem lehet. Viszont kb. Minden más lehet. Szia Tamás gazda, jó ét, hello, hello! Nekem még kell egy kevés XP, azt én még ki akarom csapni. De ahogy nézem, megvan, úgyhogy... Meg is van. Remélem, hogy jó lapátot sikerül csinálnom, mert ami most volt, az rohadt gyors volt, és nagyon gyorsan lehetett vele ásni. Tehát rajta volt azon is a efficiency 4, azt hiszem. Ja. Úgyhogy azt
Azt kéne. De mondjuk erről hiányzott nagyon az Unbreaking, mert pontosan ezért kopott el ugye a hegyet, amit ott bontogattam, meg építem a bázisomat. Ott rohadt sokat kell vele ásni. Hát PS-en azt igen, tehát PS-en nem tudom, hogy működik, mert lehet, hogy PlayStation-en más, de egyébként PC-n annyi, hogy a dimenziót letöröd, és akkor annyi. Ez sok lennie. Még gyémántot is kell majd szednem, mert csak 15, már csak 14 van. Nézzük azt az enchantot, remélem, hogy valami igazán ütős lesz. Unbreaking 3, ez teljesen jó. Hát, Efficiency 3, Unbreaking 3, Fortune 2. Egyébként nem tudom, hülyeség a Fortune-re, nem tudom minek a Fortune, bár de emlékeny nem hülyeség, mert hogyha például izét ások. Ha izét ások... Na mondd már. Tehát, hogyha például Clay-t vagy Gravel-t ások, akkor a szerencsével több például Clay dobhat, ugye agyagot, vagy esetleg Flintet. Úgyhogy én szerintem össze is rakom, mert ez már így jó. Tehát az Unbreaking és Efficiency 4, az ha majd később Efficiency 5 lesz, akkor az így eléggé best, tehát eléggé bis lesz, meg még egy mending megy rá, és kész. Tehát az a 16 szint az megírja, ami. Tehát most már akkor ez is frankó. Csak annyi, hogy kell majd még megint 34 emerát, hogy rárakjam a mendinget erre. Mert erre már megéri. Erre még egy Efficiency upgrade és tökéletes, úgyhogy. Nagyon hát egyelőre úgy állt be, hogy agyagot kér, 10-et egy emeráldért, és egy emeráldért ad 10 téglát. Hát jó, majd. Majd feltételjük. Ja. Na, viszont a mai streamnek ez volt a lényeg, hogy az automata cukornát far meg lett, úgyhogy meg hát haladtunk, elég sok mindent van most már. Enchantotból van. A pickaxe az perfect, tehát ha ez meg lesz egyszer a hogy hívjákban, hardcore-ban, és ezt föltem upgrade-elni, akkor nagyon-nagyon boldog ember leszek, én leszek a világ legboldogabb embere, mert ez tényleg ilyen, ez a legjobb. Lapát is elég jó, úgyhogy haladtunk szépen. Na, srácok, köszönöm, fiúk, lányok, a mai közös játékot, legközelebb találkozunk, addig is sziasztok! Sziasztok! Hello! És szeretném megköszönni a kedves nézőknek is, hogy ma is velünk tartottatok. Köszönöm szépen a követéseket. Csütörtökön akkor találkozunk. Csütörtökön nem Minecraft lesz, hanem farming, meg pénteken is. És szombat-vasárnap lesz majd akkor a Minecraft folytatása. Ezzel is fogok játszani a szerveren, meg lesz egy kis hardcore is, úgyhogy a traktor is már aluszik. Na, köszi még egyszer, srácok. Szevasztok, jó és mindenkinek. Ciao, ciao. Yeah.
York to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.